Sziasztok, Marika vagyok, egy újabb kerti videó. Ide nézzetek, milyen szépek ezek a tulipánok. Nagyon szépek azok. Még itt is van. Milyen nagy fej van ennek a gyöngyikének. Itt is van ilyen, meg ott az a, amire azt hittem, hogy mutációs, de hát nem. Egy szíjó, szíjúka. Papa felírotta a kislányom, hozta ide azt a Dézsát, azt hiszem az a neve. Ugye, apu? Annak Dézsa a neve. És milyen szép lett. Jaj, hát milyen hiszelgő tudsz lenni. Gumikesztyű van ám rajta. De megyek szalátáért. Micsoda hízzárgó egy cicumicsuka. Elraktam. Jaj, itt vagy, Né. Ez Dézsa, ugye? Dézsa. Fa Dézsa. Fából van. Tökre ment el a anyunknál, aztán papa felújította. Milyen ügyes. Húsvét hétfőn vagyunk. Hát a Marika bolond, mert húsvét hétfőn nem kéne dolgozni, de hát ugye az a nőkre nem vonatkozik, mert ünnepnap is. Dolgozni kell. Medvehagymát hozott tegnap a fiam, ugye húsvét vasárnap voltak itt. És az egész család együtt voltunk. Nagyon jó volt. Na, medvehagymát ide egy kupacba elütöttem, valamint öztem. De már van neki bimbója, úgyhogy lehet, hogy ilyenkor nem volt jó ötlet hozzányúlni, de hát a fiam kiszedte, akkor én megelültettem. Ennyit dolgoztam húsvét hétfőn. Nézzetek. Kivirágzott az Ida Red. Hajde, gyönyörű. Bocsánat, de még mindig nem vagyok jól. Úgyhogy vissza kell mennem az orvoshoz, mert egész éjjel alig alszok valamit, úgyhogy köhök, nem ugatok, mind a kutyák magyarán. Azt szokták rá mondani. Ja. Hatalmas a szél. Hát komolyan mondom. Így van, kiszedtem egy-két füvet, és akkor már meg a bőrlevélnek a virágjait levágtam, ami, tudjátok, megfagyott. Megfázott. Nem tudom, talán ez a fügáz nem fázott meg. Nem tudom. Hát nem igen bújik a... Sárgalépa az bújik, azt látom, de a zöldséget nem legyen. Hát ezt nézzétek meg. Hát gondolom felétek is, ilyen szélvihar volt húsvét hétfőn. Hát őrületre. Hát most meg azért nem lesz majd termés. Ide húzta a szél, ja nem, már biztos a gyerekek falra másztak. Papa akart permetezni, Monivia ellen. Aztán mondtam neki, hogy permetez. Hát itt nem tudok beszélni, mert... Aztán biztos meghalljátok, hiába van a fönt a védelem. Ezt alkalmaztanak. Permetezben a gyerekek állandóan falra másznak. Hát az össze-vissza fogdózták a permetezett fát. Szép minden most az a sok virág. A lányom itt ilyen gyöngyike. Van valami más neve is. Nem mindegy. Gyöngyikét. Azt mondja, hát... Már mondom neki, hogy várjál vele kislány, mert majd viszel. Aztán azt mondja, anyu, mert megint nem lesz bűve, mert ha most jutott eszembe, akkor most kéne vinni, mert igazad van, akkor... Hülye széle várta a kesztyűmet, majd ott felejtem. Na, még csak hétfő van, húsvét hétfő, még a héten sok minden történik, mert, úgy is képzeljétek el, az agyamra megy ez a sok minden. Most körülbelül már pár napja a mosogatógép ilyen hülye furcsa hangot hallat. Aztán kiszedtünk mindent, a papa is megnézte. Hozott egy mágnest, aztán egy ilyen kis pici kis mágnes, amivel a képeket a hűtőre felfogadtam, de már eltűnt az összes. Lepotyog, és valahova eltűnik. Valamire fölkapódik, nem találom meg. És egyben volt a mosogatógépben. Aztán, hogy volt-e több is, fogalmam nincs,
De képzeljétek, ha kivettük, akkor egy mosás jó volt. De ma megint úgy görincül, meg már tegnap se indul. De ma reggel újra bekapcsoltam, már indult. Tehát tönkre ment a szivattyú, vagy nem tudom. Lehet, hogy meg kellene csináltatni. Talán nem lenne olyan drága, mint egy új gép. Hát majd felhívom a szerelőt, ismerem. Hát ahol vettem. Jaj, de taknyos vagyok. Na, még valami volt. Nem is tudom. Még valami kínunk van. De most a katogép elromlott az. Hát a másik nem jut eszembe. Ja, jaj, képzeljétek, ami történt velünk. Aztán nem tudom, hogy kompenzálják-e, vagy meg tudjuk-e oldani, de azt mondta a nő, hogy meg tudjuk. Gondoljátok el, hogy a Tesco-ban van ez az új vacak, én meg tudjátok, szeretem ezeket a komolyabb, újabb, mindig kipróbálni újabb dolgokat. Ugye ilyen, ugye van ez a, ó, most tudnám, ez a Tesco-s kártya, amivel le lehet venni egy ilyen kis kütyüt, aztán azzal mászkálunk, és mindig lecsippantani, és akkor ugye belerakni a kosárba, most már majdnem mindenhol van minden Tesco-ba. És akkor ugye az automatánál meg csak könnyű fizetni, nem kell kipakolni a cuccost. Mindent meg is csináltam, ki is fizettem, aztán mikor lehúztam a közét, mert nem fogadta el a kápia paprikát, vagy a kaliforniai paprikamagot, azt lehúzta, utána kiírta meg, én azt a 22 ezer valamennyit fizettünk, képzeljétek el. Kiírta, hogy 22 ezer valamennyi, a kaliforniai paprikának az árát írta ki. Oda futott az egyik kis hölgy, azt mondja, fizessek újra, mert nem fogadta el, és akkor hozzáadta még a kaliforniai paprikamagot, így nem két egyforma tétel lett, hanem az egyik ugye 300-400 forintot több. És mind a kettő ott az OTP számlán, ott az OTP oldalán, és telefonáltam az OTP-nek, 40 percet beszéltünk azzal a kis nővel. És mondja, hogy meg lesz oldva, biztos, ha ők nem tudják, akkor a Tesco. Ja, de szerintem is ezt meg kell oldani, hát látják, két perc eltérése, ugyanazok a tételek, blokkom is van, ugyanúgy sorba mennek, úgyhogy ezt mindenképpen vissza kell, hogy kapjuk. Csak ugye az utána járás, amit kell nekem ilyennel foglalkoznom. Hát most lehet, hogy egy darabig nem használom ezt a vacakot, vagy nagyobb odafigyeléssel fogom csinálni. Ha nem fogadja el, nem fogok fizetni még egyszer, addig, míg le nem vonja. Az biztos. Az fix. Mert amúgy meg olyan jó dolog az a kis kütyű, mindig látom, hogy mennyibe került, meg ha van rá kedvezmény, azt is látom, ha sok hallom, akkor rullázom, visszarakom a helyére. Csak újra a kódot be kell ütni. Ja, mindig vannak ilyen izék. Na most ezek történtek itt a márciusi hónap utolsó napjaiban. De hát ugye most már április van. Na, április elsője van, nem is ugrattam be a papát, meg ő se engem. Mivel permetezel, papa? Topáz. Arra minden egy irány jó a topáz? Lisztharmat, Monilia, meg egyebek. A somot is. Azt a kis somfát. Ja, jól van. Mert már nem sok van benn. Nem, még a teleken nem voltál. Ja, látom, letakartad a hagymát. A papa ilyenkor mindig letakarja, amit eszünk, zsoskat is eszünk. Ugye most, hogy megvan nyitva ott a csap, hogy zsejket, ugye tegnap volt húsvét vasárnap, mindig húsvét hétfőn vagyunk. Aztán itt vizezett, mindent lemosott, lefestett, ugye ő neki az a festés, hogy a lecsettel, a vízzel összekel mindent. Na, aztán ugye meg lehet mosni a kezet, hogyha az ember ilyeneket enni akarna. Nem tudom, mit akarok kinyomni. Tehát én is ettem az előbb sóskát,
és megmostam előtte, ugye. Megnézzétek meg, azt mondja a fiam, hogy jelöljen meg, hol van ez a medvehagyma, mert hogy tudjam. Hát mondom neki, hiszen nincs körülötte semmi, hát mondom, hogy ne tudnám, hogy hol van. De azt mondja, majd mikor elszárad, akkor még már nem tudom. Ja, úgy mondom, mert szárad. Azt nem mondtad. Akkor megjelölöm, aztán nézzétek, mit csináltam. Így körbebutoztam, azt két helyen megkötöttem. Na, most már biztos, hogy tudom, hogy mi van ott. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szia! Szia! Hát ma már hányszor simogattalak meg mi? Nem szereti, ha hátán végigmegy a kezünk. Hányszor simogattalak meg? Nem győzök kezet mosni. Nem győzök kezet mosni utána. Kijöttem salátáért. Aztán olyan gyönyörűek ezek a felhők. Másnap vagyunk, mikor a papa permetezett. Milyen nap ez, valljátok? Kedd. Húzsét után kedd. Ezt mutattam, hogy körbebutoztam. Azt hiszem, mutattam. Mondom, mert videózom ezeket a felhőket. Nagyon szépek. Tudjátok, én nagyon... Nekem nagyon tetszenek a felhők. Gyöngyike, szedtem belőle, tegnap egy csomót bevittem oda tojások mellé, a fa tojások. Vannak ilyen fa tojásaim. Most a szél bele fog fújni, mert nincs nálam a védelem. Mert hát a szélnek állandóan fújni kell. A jégsaláta kibújt, úgy ahogy. Ott bújik. De hát a sargarépa, most ez a sok eső, ez megnyomja. Hát ugye tegnap permetezett a papa, és két óra múlva körülbelül rájött ez a hatalmas eső, nálunk 19 milliárdot, ha jól tudom. Nézzétek meg, ezen az idered, én az előbb mutattam, ott elő is van egy idered, az tömbbe van virággal, ezen meg alig van. Tavaly túlá teremte magát. Ez meg ilyen vadcseresznye, papkádbence, de én is szeretem. Nézzétek, ez is tele van virággal. És akkor ugye itt van a nyári alma. A nyári almán virágot se látok. Úgyhogy, ja, egy-kettő van. Úgyhogy nyári alma csak mutatóban lesz. Ötszökörben mutatom a kertet. Mondtátok, hogy diófájtó, amelyetek írta, hogy ebben a nagy kertben úgy ne férne el a diófa, de tudjátok, most ideütetjük ide akarja papa a diófát. Hát nézzétek meg, akkor itt azért eléggé útban van, nem? Minek nekünk diófa? Alig használok diót. Nem sok diót használok. Azt meg tudom venni, azt az egy vagy két kilót. Az nekünk már nem lesz diófa. Az esetleg annak, aki ide költözik, az meg kivágja. Hát azért kerülgessem, úgyhogy... Ja, nem tudom, én nem vagyok híve, hogy diófa legyen. Volt egy nagy diófánk, a papa kivágta, miért vágta ki? Le kellett volna jól csonkítani, és megújult volna. Na, én jöttem felhőket nézni. Nagyon szép. Ott a napocska. Valahol. Szép csibavirág. Mi a másik neve? Pitypong? Kábé. Kábé. Na jó, azért hallok méheket. Látjátok, nem szép fejes saláta, de most, ha ritkán ültetem, akkor nekem egy hét alatt lemegy, a salátám, így meg egy hónapig salátát eszünk. Az igaz, hogy nem tömött fejeket, de jó leszedem, úgyhogy nekünk a kicsi fej is fej. Hát próbáljátok csak ki, ha igen, szeretitek a salátát. Ha nem, akkor ültettek ritkán, aztán megeszitek egy hét alatt, és lehet mást is enni.
persze. A füge még meg sem mozdult. Majd tudok olyan sok salátalábát leszedek róla. De ne is mozduljon, már még jöhet fa, hogy itt van ez a diófa, amiről szó van. Ott-e. Nem kell nekem diófa, mindjárt húzom. Aztán visszanyomom, és akkor tényleg vége neki. Nem ám. Néha papa meghajtana. Na látjátok, ez az zidared. Ez tömbe van minden éven. Ja. Füvet akar nyírni a papa. Csak ugye mondom, nagy eső volt, és kicsit várni kell. Ja. Azért gumikasztyűvel szedtem, mert ugye ezt most kétszer meg kell jó bő vízben mosni egyesével. Ért, ilyen nagy tálba szoktam a vizet engedni, még ilyen lazán folyatom is bele, és akkor ezt kétszer megcsinálom, mert ugye a csigák annyi van, képzeljétek el, annyi csiga van, hogy az eszméletlen, úgyhogy mosom, meg akkor felfordítom, és akkor még megnézem, hogy nem marad benn valami. Na jó van. Gyöngyvirágcserje. Nagyon gyönyörű, még mekkora egy parcella ház. Jutka. Jaj. Ez több hold, vagy hektár, vagy... Ez szép. Szép, gyönyörű. Várni majd. Van, igen. Majd levideózom akkor is. Gyönyörű. Várj, ez a rész is itt micsoda hatalmas. Igen. Nézzétek, ott szakad az eső, úgyhogy nem merünk nagyot menni. Hello! Hát micsoda szépek vagytok! Papa füvet nyír. Hát nagyon szép lett. Mondhatom, én meg sétáltam. Aztán az előbb kinéztem a kertre, már itt volt a húgom. Megmutattam neki a virágaimat, mert én minden megnézem az övét, mondom, egy évben egyszer is megnézheti az anyát. Aztán... Hát majd le kell söpörni a járát, de most itt a vihar mindjárt esni fog. Hát most nem tudom, hogy lenyírta-e már, de itt, ahol volt ez a nagy fű, már mutattam. Itt képzeljétek el, hogy jól gondoltam, hogy itt lyukomban van. Ezek bárányok voltak, amit az előbb mutattam szerintem. Annyira én nem vagyok szakértő, de annak néztek ki. Papa összefeszedte a rácsot is. Hány fűnyíród van, papa? Hány fűnyíród van, kettő? Hát melyiket nyírtál most a régivel? A régit jobban szereti, mert igen nagyod vett. Aztán nehéz vele bánni. Hát nem tudom, de hagyd abba, nehogy beléd vágjon a villám. Ja, pakold el őket, majd letisztítod őket később. Várjatok, milyen nap van? Szerda. Szerdai nap vagyunk, aztán most itt csinálgatok valamit megint ezekkel a ládákkal, mert ugye ezek 1000 évesek, és most már olyan drága lehet ehhez a rossz minőségű ládához nem is megfelelő alátétet venni, hogy azt silabizáltam, hogy hogyan tudom megoldani, mindjárt mutatom. Nézzétek, ez a halapenyő, amit mutattam, amikor elvetettem, meg az eller, meg a bazsalikom. Ez ilyen szép nagy, oda néha kirakom a párkányra. Azt hiszem, ma is ki lesz rakva, már nagyon nem fúj a szél. Mert mikor voltunk baracszedésen, akkor bementünk utána az Aldiba, és ott olyan finom paradicsomot vettünk, ilyen hosszúkás, hatalmas, nagy volt, és nagyon ízletes, pedig hát ezek a vett paradicsomok, nem azok. Hát mondom, jó van, biztos, hogy nem lesz ugyanolyan, de hát, ha egy-kettő bokor mégis, úgyhogy egynek elvetettem a magját, ennyi lett, ennyi bújt ki. Ja, majd kipikérzom. Na, aztán nincsenek megpucolva az ablakok, nézzétek, de koszos. Hát ugye mondtátok ti is, meg én is, hát nem fogok ablakot is pucolni, majd hogy letelik a 6 hét.
Amúgy is annyit köhögök, mint a kutya, úgyhogy félek is, hogy valami gond lesz. De most majd megyek orvoshoz ma, úgyhogy talán ír valami gyógyszert, nem most is elángált, hogy majd meggyógyulok. Na, ilyen nájlont voltam, kiszámoltam, hogy körülbelül mekkora kell, és húztam bele ilyen baromű vagyok, de fogalmam nincs milyen gumi ez, hát férfi szabó voltam, én öltönyök közéért nem emlékszek rá, hogy vartunk volna. Na mindegy, ilyen igen vékony gumi, és akkor így alatta van, és hogyha túlöntözném, akkor nem folyik ide a lakásba. Ezt már az elején ezt kellett volna csinálni, csak most ugrott be, mikor már ugye elég késő, és képzeljétek, az egyik paprikám nem bújt ki, a pont amit szeretünk, úgyhogy ma újra vetettem, és most csak azon van a nájlon, már látjátok, meg is öntöztem, úgyhogy be van párásodva, remélem egy-két napon belül kibújik, mert amit ide vetettem először, ugye ezzel együtt vetettem, ez már ilyen nagy, csak ez a gömbölyű, ezt így reggeli, ez nem igen tudjuk enni, hát nem szerettük. Azt a hosszút szeretjük, de hát az meglátjátok, nincs kibújva. Erő. Mi van rá hírva, várjátok? Citrompaprika, ez erős. Itt ez a hosszú sor. Ez pedig ugye gömbölyű erős, ez meg hosszú erős. No. Mondom, ezt is megmutatom, ha hallok ötletet. Úgyhogy vartam minden egyi alá, aztán majd kimosom, mikor már nem kell, és megy egy nájlomba bele a szívószálakkal együtt, mert a szívószálakat is nem rakom vissza a helyére, mert ki tudja, hogy kiveredtem forró vízzel jól, de én nem adom oda az unokáknak, meg hát annyi lett, mint a sár. Na, így van, látjátok, ezek ki vannak mosva, ide beleraktam, erre meg ráírtam, hogy palántához, és akkor itt vannak a nájlonok, amivel majd letakarom, ha megérem ugye a jövő évet, aztán így kéznél lesz minden. Ja. De hát meg lehet venni az alátétet is, meg lehet venni olyan palántanevelőt is, én is vettem annó, de egy-két év alatt tönkrement. Hát most is meg tudnám venni, nem az, csak szeretek így tákolmányozni. Császárné rózsának van rózsaszínbe. Ez fehér virágúval van rózsa, húgomnál. A húgomnál. Gyönyörű. Majd kapok belőle, ott oldalad van egy pici, ezt meg. De kapom. Még lehet, hogy onnan előre kivettem. A pontos nevét tudod? Azt nem ugye. Nézni. Utni Marika. Meg kell nézni, mi ez. Ez így szokott virágozni. Igen. Nagyon szép. Mi a neve? Ezt se tudod? De van ám neve, tudom, hiszen ilyet a fiunk adott nekem. Persze. Pénteki nap vagyunk. Ez most már egy befejező videó lesz, reméljük. Lecsipkedtem ezeknek a tőzikéknek a, hát amelyiket észrevettem, a magját, mert itt már annyi tőzike van, nem akarom, hogy több legyen. Itt is látjátok, ott maradt. Mert ugye ez úgy terjed, hogy őrület, nézzétek. Nem is tudom, egy-két éve palántolta ide a papa, vagyis palántolta szét, de már egy rengeteg van, és akkor ugye elnyom mindent. Na, itt ez az azália, hamarosan kinyílik. A következő videóban már lehet. Húgomnál már nyílik, ő neki fehér van. Ugye ezt a lányom hozta ide. Szép ez a hortenzia, az idén nem fagyott el. Ja, de hát ugye megsínylette, hogy ide át lett ültetve, de azért jó lett. Ezt én neveltem abból. Na és akkor itt ez a klematis, majd föntről megmutatom megint. De hét elején már mutattam. Ez ilyen lapos virágú hortenzia lesz, hát ha lesz rajt virág. Ez a futós hortenzia. Azt a húgomnak nevelem, ez a ilyen. Nem is tudom, mi ez, várjatok, ilyen harangvirágszerű. Ez a lángvirág, bugás, gyöngyvirág. De láttam is valahol virágozni, oda nézzetek. Ott menni. Hát nem lehet összetéveszteni nagyon a medvehagymába, de hasonlít különben, úgyhogy vigyázzatok. Ugye maradtam föl a
medvehagyma krémlevest, holnap meg a medvehagymás pogácsa. Hú, az nagyon finom volt, hát a papának úgy ízlett, pedig azt hittem nem fog, úgyhogy adtam a húgomnak bőven, de ott adtam volna még többet, teleraktam azt a kis tálat, de rakhattam volna neki még többet, mert még nagyobb tálban már ettük 3 napig, ugye sok lett az. Na, itt meg a lufi virág bujik, hát az elég sotnyan. Ez, meg ez egész jó. Nem igen már egy kapálni. Ez a Margit virág, vagy mi az, nagyon bujik. Tudjátok, melyik az? Itt mi az? Ez. Azt hiszem, hogy az a neve. A szép virágom is gyönyörű már. Gyönyörű. Nagyon szép. Ez is jó lett. Ha ne felejtsen megmutatni a krematiszt. Itt nincs változás. Halljátok, még valami volt. Húgomtól kaptam. Mi is a neve? Halljátok, meg gondolom. Az ember jutott kakukkfüvet. Közben meglátok ilyen hagymákat, vagy mik ezek, magokat. Ott tűzikén. Oda nézzetek, már ennyi ott maradt. Le kell szednem, mert én nem akarok több tűzikét, hát mit csináljak, itt mindenemet elnyom. Na, itt van. Én nekem volt már kakukkfüvem, de nem ment semmire. Évekig csak állt olyan picin. Ja, ez talán majd itt megiperedik. Itt edettem a montana mellé. Majd meglátjuk. Na, még elő megmutatom a tulipányaimat. Már ilyen nagy a lila akásznak a virágja. De láttam, a faluban van, ahol kinyílott. Meg az orgona is nyílik, az nekünk nincsen, mert tönkrement, pedig gyönyörű volt. És tönkrement. Megyek salátaépül, mert azért jöttem ki, mert még csak 9 óra sincs. Itt egy macseg. Nyit nyák vagy. Ugye, ahogy kezd rásütni a nap, egyre jobban nyílanak ki a tulipánok. De majd megjegyzem, hogy hol nincs, ugye ott arra fele nincs, úgyhogy jövőre, és az idén ide veszek majd ősszel tulipáhagymát. Ez a fajta, ami kéken virágzik, ebből raktam oda a húgomnak, amit mindig mutogatok. Hát elég sotnyi, már a gyökerét ennek kivenni, képtelenség. Na ez, ez csodaszép, látjátok. De mikor elterveztem, hogy jövök ki, de még utána csináltam nokedlit, mert ma tojásos nokedli lesz salátával, akkor még nagyon össze voltak zárva. Mind ott, de ott is már nyílik, ahogy kapja a fényt. Na, meg mit adott még a húgom? Voltam őnála is, úgyhogy közben majd azt is mutatom. Vagy mutattam, nem tudom majd hogyan tudom. Na, eszni. De ugye a nevét a Marika nem jegyezte meg. Majd közben. Meg ilyen csillagfürtöt. Mert ugye csak az az egy kupac lett, jó? Meg kibújt a diszcsorbám. Ezzel is mennyit kilóttam, mire lett diszcsorbám? Ugye a szomszédasszonynak van, aztán nagyon tetszett. Ja, hát így be van indulva minden, de meg elraktam a... Lehet, hogy még korai, de elraktam. Ez is virágzik. Várjátok ennek mi a neve? Aha. Akkor le kéne kapcsolnom a gyömbérgyökér. Ott lehet, hogy az, ja, lehet, hogy elhibáztam, mert ugye a telefonomon benn vannak a virágok. Ezt a lányom hozta ide. Ennek se tudom a nevét, különben de meg tudnám nézni. Nem tudom, hogy majd szép lesz-e, vagy tönkre megy-e. Mert tavaly vettem ide ilyen margarétafélét, azt mondták, jó lesz, de hát nem hajt, úgyhogy lehet, hogy nem lesz jó. Meg a vasfű se hajt. De hát lehet, hogy újat kell vennem. Ott vanni. A vasfüvem. Ha csak vagy magról nem, majd megnézem a kártyánál.
Hát, ha azt mondja, hogy magról lesz ez. De hát nem tudom, ott körülött esetleg majd nőhet. A kálákat raktam el. Ide. Kivettük a nyuszifület, papa kivette. És akkor ide elraktam a kálát. Itt jó helye lesz. Egy sárga tulipán is. Ez meg ilyen szép. Ez is olyan. Hiszitek, még milyen szép. Még majd milyen szép lesz. Itt ez a Katalin cseresznye. Halljátok ezt a jó kis hangot? Úgyhogy megjöttek a méhek, már ma jó idő van, ma csak rengedezik a szél. De jó. Olyan, hogy ezt a Katalin nem nagyon szeretem. El kell fogadni, ha egy céget ültettünk. Képzeljétek el, tegnap olyat tettem, hogy őrület. Este jövök, sétálás után ugye elraktam, amit a húgom adott, és képzeljétek el, jövök ide, 50-valahány kis pici kis csigák voltak, mesztelen csigák, hát el kellett őket puszítanom, azt nem mondom hogyan, de elküldtem őket a más világra, és akkor nézek körbe mindenhol, képzeljétek el, végigjártam az egész kertet már, nem is tudom, 8 óra is talán elmúlt, hogy bementem, 460 darabot számoltam, már még meg is számoltam őket. Ja, 460 darabot tegnap elmetezett, megint a papa már ugye ezelőtt rájött az eső hamar, aztán nem volt benne biztos, hogy jó lett-e a lemosó permet, úgyhogy megint permetezett. A salátán meg rajthagyta a nájlont, én meg salátáért jöttem ki. Hát ez a petrezselyem nem akar rendesen bújni, semmit nem látok, semmit. Úgyhogy én nem tudom. Nem tudom, ez a petrezselyem, ez lehet, hogy ott mondjuk az az, de hát ha ilyen hiányosan, meg itt is van egy-kettő, kell ki, akkor mi lesz? De most majd hoz a papa a sót, mert tegnap is láttam, hogy a szomszédnál itt hátul rengeteg van, pedig lekaszálták a füvet, de ugye van, amikor nincs rendesen lekaszálva. Meghagyja nagyra, és akkor ugye ezek a nyíves állatok meg. Remélem, ezt nem véditek, mert akkor amelyitek megvédi, annak oda viszem az ajtajához. Ott vanni, látjátok? Még ilyen kis picik. Ha gondolhatjátok, a fejem lefelé lógott, meg is fájdult, mire végeztem. Mire úgy jól átnéztem mindent. Úgyhogy katasztrófa ez a csigabiga. Nem tudom, ennyi nem szokott lenni. Hát pedig én andan írtam őket, és nézzétek meg, még így is ennyi van. Megszedtem a salátát, ennyi elég lesz. Múltkor is nem ettünk olyan sokat, de most jó édesre csinálom. Pedig már mindig édesebbre csinálom. Ezt bevisszük. Nézzétek még a hagymát nem is kell kapálni. Oda nézzetek, ott egy hatalmas csiga. Na, nem mutatom, hogyan intézem el. Elküldöm a más világra. Egy nyiszentéssel. Amúgy a kertész kártya metszóollóval vagdata őket kétfelé, de könnyen megoldás is van. A metszóollóval nem olyan egyszerű. Olyan kell befogni, amit nem sajnálunk meg, amit gyorsan végez velük, hogy ne killódjanak ők se. Nem tehetünk róla, de megesz mindenünket. Meg hát nem lehet itt csigajözzel, mert méteresen állnának, hogyha mindent engednénk. Az alma is kivirágzott.
Golden is, de azt mondja papa, hogy a sarga barackhoz álfagyott. Volt az a 3 fok. Ja, hát igen. Hát nagyon úgy néz ki, mint ami teljesen tönkre van. Nem látok sehol kis barackot. Egyet se látok rajt, pedig rengeteg virág volt rajt a csodába. Hát sarga barack nem erre a vidékre való. Ez még mintha monilia is lenne. Na hiszen. Ja, ő még moniliás is lett. Akkor lehet, hogy ez a barackfa innen ki lesz vágva. Nem kísérletezgetünk vele. Ma mi mindenfélét ültettünk, a legnemesebb fajtát is, meg a fiunk is. Ja, hát ez moniliás lett bizony. Mondanám, ilyen labelló, állandóan be kellene orfújás után az oromat, meg a számszélét. Lányom ki is rögött. De hát az enyém, úgyhogy meg tiszta utána már, hogy az ember megtörli rendesen. És én szerintem képzeljétek el, hogy arcüreg gyulladásom lehetett, mert kegyetlenül fájt a fejem egy hétig, mire, pedig nekem soha nem fáj a fejem, mire kijött ez a nátha. Arcüreg gyulladásra mit ajánlatok? A lányomnak sokszor van arcüreg gyulladása, és most jutott eszembe, hogy annak is akkor fáj a feje. Nem akar kitisztulni, hát egy antibiotikum kell lenni, de hát az orvosnak kéne ezt tudni, nem? Írd valami gyógyszert ilyen száraz köhögésre, de szemigazolványa lehetett kiváltani, mert olyan komoly egy gyógyszer, mert inkább nem mondom, hogy mi van benne. Ja, de nem lett semmi bajom tőlem, már bevettem 2 szemet. Egy nap egyet, de rá van írva a gyógyszerre 3x1, de én nekem csak 1 szemet írt. Legalábbis az a ráírva a dobozra, hogy 1x1. A gyógyszerész azt írta rá. Hát most már kigyógyult nekem ebből sok gebulába, mert már én unom magamat, komolyan mondom. Meg ti is már engem, mert annyit panaszkodok. Valaki mondta is egyik videós, hogy akit úgy közben megnézek, hát ezt a videóját pont láttam, hogy ő nem szerette a bajairól beszélni, de előtt a 20 percig arról beszélt, hogy a keletnevát nem. Az emberek olyanok álmosa, hát maguk hibáit nem veszik észre, de a másiknál egyszerre meglátja az ember a problémákat. Én is tegnap volt krémleves péntek van, ugye? Mi színe? És ceruzával mutogatom, azzal nyúltam hozzá a sárgaipa zöldséghez, Juhán ceruza is tiszta, de hát akkor is. Ilyet nem is csinálok máskor. Hogy került az kezembe a ceruza? Na, más csinálnám, megszólnám, komolyan. Hát mondom, hülye vagyok én. Hát ilyenek vannak ám, hogy az ember, ha nem figyel, akkor ilyeneket csinál. De hát utána úgy is megfőtt, meg az a ceruza tiszta volt. De akkor is. Ilyet nem csinálunk. Meg én amúgy is ilyenre figyelek, de hát néha előfordul, látjátok. Előfordul hülyeség. Szeretitek a kárti videóimat. Szép a természet ilyenkor tavassza, az a lényeg. Legyen szép hetetek, vigyázzatok magatokra, meg ne fázzatok, mint én, mert ebből nem lehet kigyógyulni. Utálom már magamat ettől sok betegségtől komolyan. Az egyik elmúlik, jön a másik. Na, írjatok kommentet, mit csináltatok a héten. Ja, tényleg, ma vagy holnap elrakom a paradicsommagot, azt lehet, hogy nem mutatom. Hát most elrakom a paradicsommagot, csak úgy megemlítem, hogy el fogom rakni. Ma 5-e van, holnap 6-a, holnapra jelz a telefonom. Úgyhogy lehet, hogy ma elrakom, mert tojásos nokedli lesz, aztán ma a nokedit megcsináltam. Ugye a tojás meg ahogy én csinálom, az utolsó 5 percben kell összekeverni, forrósítani a kettőt, meg megsütni. Salátom meg kétszer megmosom, vagy lehet, hogy 3-szor kell most, mert csigák is maszkálhattak rajt, ha bár csak a közepét hagytam meg. Mert van bővel, látjátok. Úgyhogy nekünk jó az a kis pici fej. Ja, lehet, hogy 3-szor kell megmosni, majd látom a vizen, hogy milyen azt akkor szerint egyesével ilyen jó nagy
tálból szoktam bővizet engedni, és úgy mosogatom. És akkor látom, hogyha valami olyan van benne. Ja, na mindent elmondtam, ugye? Írjatok kommentet, azt is mondtam. Vigyázzatok magatokra. Legyen szép a hetetek. Ezt is mondtam, én mondom minden kétszer általában. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is, remélem tetszett. Még nem tudom, milyenre sikerül majd. Sziasztok! Na most már nagyon jól ki van nyílva ez a repce. Hát olyan magas, hogy nem is tudom rendesen levideózni. Nézzétek, milyen gyönyörű. Csoda szép. Na most már tényleg elbúcsúzok. Sziasztok!